Mi a Magyar Zene TV vagyunk. Igen. Mutatom. Na, tu jest magyarski muzika televízió. Hátam most to sprašivajú, hogy u tebe jest takie Karel Gott. Nem máme, fotografie. Karel Gott. Ne to fotografia, načinaje sve to televízió. Videoklip, videoklip. Videoklip. Karel Gott. Karel Gott, je? Vi na he. Ani jubíš Karel Gott. Most... Igen, és akkor itt van. So. Karel Gott klip. Jo. A supernovi Karel Gott klip. No. No. Azt, hogy a hölgy kérje, azt kell, hogy a hölgy mondja azt nekünk, hogy kérünk egy Karel Gott klipet, csehül mondja. Csehül? Havali cseszki jezikom, ja prosím pekne jeden Karel Gott klip. Vetod, ty havali. Jo, tak já mám... Já mám říct... Něco o Karlovi do klipu. Já zahatová sárla. My prosím pekne jeden Karel Gott klip. Ein, zwei, drei, bitte. Ať žije Karel Gott v Maďarsku. Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň. Lila Führer! Itt vagyunk, és most érkeztünk meg ezzel a nagyon finom kis szerkezettel. Hát, igen. Na most, a hegyek között a mikrobuszunk elakadt, úgyhogy ezzel kellett, hogy feljöjjünk. Tehát nézzétek meg, a hegyen keresztül jöttünk. Mindenféle mész is átlapadt a kerékre, de semmi gond, gyere, menjünk akkor tovább. Úgy hallottok, a környéken lehet vízibiciklizni. Összehet nem furcsa, itt vagyunk egy gyönyörű szép zöld környezetben, és itt van egy traktor. Ezt nem értem. Én sem. Tessék megnézni a vízórát. Most miért? Ó, nagyon jó a vízóra. Ja, hát van. Ja, most engem lefényképezett. Igen, lefényképezett. És hol fogja ezt látni az ember? Vízórában. Igen? Igen. Jó, hát a maguk aranyosak. Köszönjük szépen, további én, szép én napot. Én is, édes maguknak is. Annyit mondj, hogy mit akarsz tőlem, csak annyit mondj neked, de ne nagyon bőven. Csak annyit mondj, hogy tudsz-e nevetni, s ha megszeretted, bűséges lenni. Hát szeressél jobban, ha szerelemre vágysz, ne félj a csóktól, most itt az alkalom, merj itt a jóból. Medencetakarítás van, és fertőtleníteni kell mindig a medencét. Hányan dolgoztok? Jelenleg ennyien vagyunk. Mikor mennyien különben? Általában 4-5-en vagyunk a medencébe. Mi a mechanizmusa? Minden másnap van leengedve, mivel két műszak van, tehát cseréljük a medencéket. Ennyit tudok. Azt látom, hogy itt eléggé komolyan karban vannak tartva a medencék. Ez annak köszönhető, hogy minden részletre odafigyeltek. Egy szakszerű tisztítást hogyan kell elképzelnünk? Tehát lemegy az összes víz, gondolom, dugót kihúzza valaki, aztán jöttök ti. Ott, igen. Igen, engedik le a vizet, le kell slagozni, mert ugye törmelék az mindig marad. És vannak, akik meccelnek, a legvégén pedig le kell klórozni az alját. Tehát ezzel is algás. Melegtől bezöldül és le kell klórozni. Ez mennyi időt vesz igénybe egyébként? Másfél óra körülbelül. Ha készen vagytok, ha minden megvolt a klórozás is, és minden elkészültetek, akkor jön megint a víz, vagy az majd csak holnap? Igen, nem, azt engedik, és ez holnap reggelre telítődik meg ez a medence. Szolga módon, sok a dolgom, éjjel-nappal. Mindent írni, reggel kelni, tiszta lap. Néha hívvel, néha érvel, néha sírva. Hol a bérem, hol a férjem, vissza sírva. Vízóra! 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 Csapat, állj! Egy, kettő! Jelentést kérek! Vízóra! A Vízóra hamarosan bemutatja a nyár legvidámabb filmjátékát.
száraz csúszdán. Felhőtlen vidámság és móka, persze víz nélkül. Én vagyok a csúszdának az ura! De most mi a baj, megfizettem a pénzt, több pénzt kell? Ez a baj, ez a... Száraz csúszda. Még ma a Vízóra műsorában. Megmondom őszintén, hogy én a szüleimtől nem kapok elég zseppénzt, és ezért nekem nyári munkával kell kipótolnom a zseppénzemet gyakorlatilag, amit a szüleimtől kapok, úgyhogy nyári munkaként elvállok mindenféle munkákat. Sokan vannak, akik úgy, mint ahogy én, nem nagyon szeretnek sétálni. És nekik azt láttam ki, hogy egy ilyen strandtaxit hozok létre. Tehát igazából elviszek bárkit bárhova, megfelelő pénzmagért. Ez a strandtaxi. Én vagyok a strandtaxis. Strandtaxi. Mellettelem a tűnő közöljük. Jó, akkor hát, tessenek beszállni. Akkor hadd vigyem el a hölgyeket, jó? Tessék beszállni. Tessék beszállni nyugodtan. Strandtaxi vagyok, itt vagyok egész nap. Ha el szeretnének menni a büfébe, vagy bárhova, én nagyon szeretném, le is lehet ülni a végére, legugolni, ahogy tetszik. Tessék kapaszkodni, indulunk. Indul a strandtaxi, és akkor hol tetszik parancsolni? A kettes kabinba. Jó, kettes kabin. Ilyenkorán kijöttek, hogy a kettes kabinnek kapták? Igen. Hány órától vannak itt? 9-től. Reggel 9-től, jesszusom. Találkoztak meg különben strandtaxissal? Nem. Igen, ezt én találtam ki különben. De le is fogom védetni. Nagyon nagy biznisz különben. Engem a strand megbízott ezzel, egész jól fizetnek, és nekem meg jó beszélgetnem az ügyfelekkel, a vendégekkel. Íme megérkeztünk. Köszönjük. Leállunk, fogom. Köszönjük. És 1000 forint lesz akkor az út. Óvatosan tessék kiszállni. 1000-es, ugye, hogy nem is drága? Köszönöm szépen, és jó időtöltést kérek. Hát igen, szóval lehet itt pénzt keresni, az ember akar tud. Magyarország, a vállalkozások jövő. Itt dolgozom fenn a szárazvízi csúszdánál. Nagyon nehéz munkám van. Egész nap itt ülök a napba, a napsütésbe, és jönnek a kuncsaftok sorba. Jó napot! Csúszni szeretnék. Ne haragudjon, állj, gyere vissza! Mi a baj? Hát egyrészt nem 1 forint, hanem 2 a csúszás. Ja, bocsánat, elnéztem. Úgyhogy akkor, ha van nád, akkor most. Jó, rendben. Ne menjél, hát mit képzelsz? Pólóba? Nem lehet pólóba? Nem, azonnal vedd le a pólót. De csak engedjen, lehet, csak lecsúszok. De hát hogy gondolt, hogy pólóba lecsúszol? De akkor most le kell menni, nem? Állj már arrébb, menjél, szia! Jó. Most le kell menni. Menjél! Vegyed már le a pólódat, ne haragudj, kisorra, ne kelljen fölállnom. Jó. Itt vagy menjél itt le? Itt vedd le, jó? Itt majd vigyázok rá, majd ledobom utánad, jó? Jó. Na. Várjál, hát... Cipőbe akarsz menni? Most veszem észre, hogy cipő van rajta. Na menjél lefele, vedd le a cipőt, jó? Menjél lefele innen. Itt nem vettem le? Menjél lefele innen, és ezt is vidd, jó? Ezt vidd le. Mit képzelnek az emberek, hogy itt pólóba és cipőbe le akarnak menni? Hát eszem megáll. Nem értem, hogy van ez. Jó napot. Megint maga az? Jó napot! Várj! Hát most már fölködjálok, ne haragudjál! Hát de mégis te mit képzelsz? Mi a baj? Hát mi van, az okni van a lábadon? Hát csak nem képzeled, hogy az én csúszdámat te szét fogod, tönkre fogod tenni az okniddal. Hát édes fiam! Akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Hát azonnal tűnés le innen és felfogod, lefogod benni. De nem lehet, csak stikába lecsúszok, nincs itt senki, hát nem lehet senki. De hát most... Miért? Menjél. Meg álljon meg arra, álljon már arrébb, ne haragudj, és menjél lefele az okniban innen, menjél lefele. Jó, és a pénznek hagyja itt, jó? Mert ez már csúszásnak számít, hogy följött, jó? Ez már csúszásnak számít, és menjél lefele innen! Hát ez már felháborít, amit itt csinál.
Ha esküszöm, erre megy rá az egész idegrendszerem. Hülyesség ez. Az embernek megfájdul a fejétől a sok idiótától, aki feljön csúszni. Hát nem igaz. Most itt van ma. Jó napot! Jó napot. Állj meg! Mégis mit képzelsz? Most mi a probléma? Mi? Hát ne haragudjál már, mi vagyok én miért neked, nem... hogy engem ülök, dösöl? Nem csúsztatok-e? Én vagyok a csúszdának az ura! De most mi a baj, megfizettem a pénzt? Több pénz kell? Ez a baj, ami rajtad. Tudom, akkor menjek le, mi? Jó. Hát napszemüvegben itt le nem csúszol, az biztos. Jaricsi, egyet csúsztatok a szemcsúszat. Védd el, szia! Gutaütés kapok. Én rögtön gutaütés fogok kapni, hogyha ha még egyszer följön ez a gyerek, és hát komolyan mondom, meg fog boldulni, még egyszer följön, egy gutaütés kapok tőle. Gutaütés fogok kapni. Én gutaütés kapok. Na megint itt a gyerek. Álljál meg! Hello. Te is haverod? Haverom. Hát miért nem mondtad, hogy a haverod? Várjál, ne haragudjál. Miért nem csúszhat a gyerek? Ember tekert, hallod? Csúszhatok akkor? Miért nem csúszhat a gyerek? Várjál. De most miért nem csúszhatok? Nem csúszik senki. Nem a pehes gyerek, mert írok egy áfásszámlát, várjál. Mit adtál? Szevasztok, csúszhatok. Menj és siessél. Ez a gyerek hanyattól csúszik le. Figyelj, te ezen ne törődjél, jó, ne haragudjál. Hadd írok már egy áfászt. Már engem már nem vesz át, hallod? Nem írtam áfásszámlát. Én csúszni fogom. Én csúszni fogom! De hát, nehogy már lehúzzad! Ezt ne vegyétek! Nehogy már lehúzzad! Hallod? Hallod? Ne! Ne vedd le! Ezt ne vegyétek fel!